Így fest most a város jelképe Hochmann Béla alkotása a fehérvári országalma. Kedre virradó éjszaka feltehetően ittas fiatalok fürdőztek az országalmát övező szökőkútban, ugráltak és hangoskodtak. Feltehetően ők törték le a város jelképének keresztjét. Egy fehérvári fiatal látta az esetet, épp hazafele tartott, amikor hangoskodásra lett figyelmes. Láttam a fürdőző fiatalokat, akik a szökőkútban álltak, és mikor közelebb értem hozzájuk, akkor láttam, hogy az egyikük kezében ott van a kereszt, és hát ilyetten újságolja a többieknek, hogy ez bizony sikerült letörni valahogy. A majd 10 kilós kereszt valószínűleg súlyos sérülést is okozott, ugyanis vérfoltok látszanak az országalma körül. A kereszt egy vasrúdra van tűzve az alkotás tetején, azonban valószínűleg mászás közben eltörött a kőkereszt alja, és a mászóval együtt az országalma szökőkútjába esetett. A rendőrség nyomoz az ügyben, információink szerint hajnali 3 után csuromvizes fiatalok csoportja állt a kórház sürgősségi osztályán. Székesfehérvár városgondnoksága délelőtt feljelentést tett a rendőrségen. Természetesen rendőrségi feljelentést tettünk, nem is annyira a rongálási kár, mint amennyire a városi jelképének a tönkretétele miatt ezt fontosnak érezzük. Szerencsére a rendőrök is megfelelő súllyal kezelik. A főtér közepén álló vörös márvány diszkút, a 3 kőoroszlán által tartott országalma Hochmann Béla alkotása és a város történelmi jelentőségét szimbolizálja. A lapzatán 3 a város történelmét meghatározó évszám, 1101, 1688 és 1938. A városgondnokság már intézkedett a város történelmi jelentőségét szimbolizáló alkotás megjavítása érdekében, várhatóan csütörtökre visszakerül a kereszt a helyére.